A mérkőzés napján derült ki, hogy a Magyar Kupa jövő hétvégén esedékes elődöntőjében a Debrecen lesz a Kisvárda ellenfele, míg a másik ágon a Győr a Ferencvárossal játszik. A hazaiak így már a felkészülés részeként tekinthettek az utolsó helyen álló Békés Csaba elleni találkozóra. A vendégek az első negyed órában jól tartották magukat, felváltva estek a gólok, aztán keményített védekezésén a Várda, amely 4 gólos vezetéssel mehetett pihenőre. Fordulás után 11 percen keresztül nem találta kapuba Békés Csaba, míg a Kisvárda ez alatt az idő alatt 7 gólt lőtt. A hátralévő szűk 20 percben így már csak a különbség volt kérdéses, végül 11 gólos győzelemmel hozta a kötelezőt Bakó-Batond együttese. Azt gondolom, hogy kézben volt a mérkőzés, sok jó egyéni teljesítményt láttam, amikor támadásban akadoztunk, akkor jöttek az Adri bombái, illetve több játékosom hozzá tudott tenni ehhez, de azt gondolom, hogy egyértelmű hátsó alakzattal nyertük meg a védekezéssel. Támadásban még kell dolgoznunk a sebességünkön, azt gondolom, hogy a ritmusváltásaink azok még nem elég hatékonyak, illetve az abból történő 2-2-3-3 elleni játékok. De ma elértük a célunkat, a feladatunkat, 20 gólt kaptunk, 31-et lőttünk, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel. A vendégek edzője szerint a második fél idő első 10 percének góltalansága miatt nem tudták megnehezíteni a Kisvárda dolgát. Én nagyon bíztam az első fél idő után, hogy egy szorosabb mérkőzést tudunk játszani, akár végjátékban meg tudjuk nehezíteni a hazai csapatnak a dolgát, de úgy gondolom, hogy az első 10 perc, 11-2 perc gól nélküliség, illetve a kihagyott helyzetek megpecsételték a sorsunkat. Ami talán a korábbi mérkőzésekhez előrelépés, hogy védekezésbe harcosabbak voltunk, tehát ezen a téren látok fejlődést, de most ami a védekezésbe pozitívként jelentkezett, az támadásba sajnos negatívumokat hozott. A kisvárdai csapat legeredményesebb játékosa a 6 találatig jutó Mészáros Mihálfi Adrián volt. A bal átlövő csapat a jó védekezését emelte ki. Összeállt a védekezésünk, és szerencsére volt mögötte Dalma nagyon jó védett kapus teljesítmény, és végre tudtunk gyors gólokat lőni, amikkel a második félidőben el tudtunk lépni. Igen, ahogy Boti mondta, még a támadást gyorsítanunk kell, de a célunkat elértük, itthon tartottuk a 2 pontot. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 20 mérkőzésen szerzett 40 ponttal, 100%-os teljesítménnyel. A 14 ponttal 8. Kisvárda pénteken érdem vendégszerepel.